Tizedszer indult útjára a kerékpárszállító autóbusz. A buszjárat a Dunaszerdahelyi Városházával szemben lévő megállóból indul 9 óra 30 perckor és 13 óra 30 perckor, Dunacsúnyról vissza pedig 12 és 18 órakor. A járatnak van megállója Bősön a Gáton és Vajkán a Komp kikötő közelében a Csente csárdánál is. A biciklibusszal rögtön az első hétvégén rekordszámú, összesen 44 kerékpáros utazott, akiknek a biztonságos sportolását és a környéken való kirándulását nagyban segíti a járat. Nem szeretek biciklizni az autók közt és az út mellett, úgyhogy ezért használjuk ki, és rendszeresen is nagyon örülünk, hogy indították. Mert az a Bősi út is ugye nagyon veszélyes, életveszélyes, rengeteg kocsi jár. Mi nagyobb túrákat csinálunk. Általában leszoktunk szállni Bősön, aztán elmentünk Vajkára, ott egy kicsit fülöttünk a tóba, és aztán visszajöttünk. Nagyon kényelmes, mert odafele mégis nem kell biciklivel menni, visszafele nyugodtan eltekerünk, nyugdíjasok vagyunk, és kihasználunk minden lehetőséget, hogy sportolhassunk egy kicsit. Hetente kétszer-háromszor megyünk biciklizni, de mikor nincs a ciklobusz, akkor csak így a környéken. A fő turista idényben közlekedő biciklibusz útvonala a 10 éves működés alatt fokozatosan alakult ki. Az üzemeltetők azt szeretnék, hogy a bringázóknak akár nemzetközi kerékpár útvonalak is elérhetővé váljanak. Začínali sme najprv len Dunajská streda Gabčíkovo prístav a končíme vlastne teraz už druhým rokom budeme prevádzkovať tento cyklobus od Dunajskej stredy po to Čuňovo. Z Čuňova sa dá dostať po cyklotrasách do Maďarska, do Rajky, dá sa dostať do Rakúska, na Neziderské jazera. Dokonca je to urobené tak, že cestovný poriadok naväzuje aj na cyklokompu do Hamuliakova. A dunaszerdahelyiek és a turisták részéről van érdeklődés az ingyenes speciális járat iránt. Évente ugyanis mintegy 1000 kerékpáros vagy gyalogos turistát szállít az autóbusz. A Dunaszerdahelyi Autóbusz Közlekedési Vállalat a járat működtetésével a régióbeli kerékpáros turizmus szeretné népszerűsíteni.